A Weekend első részében már hallhatták a The Mool zenekart játszani, de most beszélgetünk is velük, itt ülnek a fiúk velünk szemben, vagy velem szemben. Mondhatnám, hogy négy megszállott, vagy holdkórus figura, akik nem bírtak magukkal, és 2016-ban csináltak egy zenekart, de itt azért elárultátok, hogy egy kicsit azért ennek van egy zenei vonatkoztatása. Szóval miért is éppen The Mool? Miért ez lett a zenekar neve? The Mool zenekar ugyebár 2016-ban alakultunk újra, mert hogy ugyebár jóval hamarabb volt egy felállás. Ez a 2016-os újraalakulás után több tagcserén mentünk keresztül. Most jelenleg ott tartunk, hogy a legfrissebb tagunk, és remélem, hogy örökös tagunk is, Bodó Szabolcs. Most már megtaláltátok, nem Szabi, engeditek. Aki egyben basszusgitáros és szólógitárosunk is. Sanyival egyetemben, ugyebár tehát ő is szólógitáros és ritmusgitáros, Bence ugyebár mint dobos, ő a ritmus szekció, én énekelek, csörgőzöm, néhány hangszert használok, szájharmonika esetleg, mikor, hogy... Nos, hát most volt egy sikeres koncertetek nem régiben, és most reméljük, hogy itt a világot jelentő televíziós beszélgetés után aztán beindul majd itt a koncertek sorozata. Legközelebb egyébként hová tervezitek a fellépést? Hol láthatunk élőben titeket játszani? Május 17-én fogunk játszani az Inkognitóban Debrecenben, meg még előtte lesz a Holdudvarban. Május 11-e. Igen, igen, tehát az egy héttel lesz előtte. Nem tudom, hogy ha stílusilag be kellene kategorizálni ezt a muzsikát, akkor mégis hová sorolnátok? Ilyen blues-rockot játszunk, rock, enyhén blues-os beütéssel, stoner-es beütéssel, ilyen pszichedelikus rockos beütéssel, szóval elég egy kis country-s enyhén. Szóval mi csak annyit mondunk, hogy rockzene is ennyi. Nem is célszerű talán, mert inkább az, hogy olyan zenéket játszunk, amiket mi szeretünk. Tehát az, hogy most éppen hogy sikerül, meg milyen stílusba, kategóriába esik, az eléggé ad-hoc jellegű. Ugye mindig úgy indul a zenekar, vagy általában a zenekarosdi, hogy összeáll egy csapat, még ha autodidakta módon is tanulnak meg a fiúk zenélni, aztán játsszák a kedvenceiket, de hogy ebben egyre sikeresebbek, azért megpróbálja valamelyest a saját arculatát is megtalálni a csapat, és jönnek a saját számok, a saját zenék. Ez hogyan születik nálatok? Ugye, ezt nagyon jól látod. Ezek a saját számok, ezeket általában úgy, mint nagyon sok zenekar jammelés útján jutunk hozzá ez a nyersanyaghoz. Sanyival kezdtük ezt az egész projektet, ő általában ő írja egyébként a többségében a daloknak az alap hangnemét, hogyha úgy mondjam. Bence ugye rádobol erre, igen, Bence ugye rádobol, Szabi meg színesíti, igen, pontosan ezt a történetet. Mennyi, körülbelül lehet ezt lemérni, hogy egy új szám mondjuk mennyi idő alatt csiszolódik tökéletes gyémántá? Nagyon sok sört meg kell hozzájönni. Általában teszteljük, bocsi. Nem, van olyan, aminek az alapja, az mondjuk 5 perc alatt megvan. Tehát tényleg az, hogy érezzük, hogy ez most nagyon jól sikerült, szuper, ezt így általában el szoktuk felejteni, felvenni, és utána egy ilyen 2-3 hét alatt megpróbáljuk kitalálni, hogy mi az, amit elsőre csináltunk, és utána szokott ez így összeérni fokozatosan. Tehát az alapötlet az relatíve hamar megvan. Igen, de amit kérdeztél, hogy tehát mikor kicsiszolódik, az viszont koncerteken. Tehát az vinni kell az emberek elé, mert ott látod, hogy mi működik. Na, ebből jön a következő kérdésem, hogy egyrészt mi az, ami 2019-ben négy fiút arra sarka, hogy ő színpadra álljon és zenéljen, ráadásul élőben. Másrészt meg ki az, aki szerintetek időt, energiát, pénzt áldoz arra, hogy élőben hallgasson zenekarokat, akár a The Mool-t? Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a társadalomnak igazán szüksége lenne szerintem az élő művészi kultúra felnevelésére, illetve nagyon-nagyon szükséges az, hogy mindahogy veszélyben van ugyebár maga az irodalom, a költészet, a színház, már csak presztízsből járunk színházba, nem? Tehát én úgy gondolom, hogy maga az a zenei műfaj, amit mi képviselünk, ez egy show műsor, ez egy előadás. Nem azt mondom, hogy jó zenészek vagyunk, de kitartunk egymás mellett,
elviseljük egymást. Ugye beszélj csak a saját nevedben, mert még nagyon, a végén kidobnak a zenekarunk. Az, hogy miért kezded egy zenekar koncertezni? Már várom. Azért, mert nemes egyszerűséggel jelen pillanatban Nyíregyházán ilyesmi nem nagyon van. Tehát egy olyan körülbelül 10 éve ilyen, hogy az ember elmegy egy sörözőbe, és van esetleg valami élőzene, tehát az egy ilyen kiveszett műfaj, kész, vége. Tehát olyan, hogy nagyobb fesztiválhelyeken ott még előfordul, de nagyon-nagyon átalakult, hogy miért csináljuk, anélkül unalmas lenne. De most így a középiskolai tanárbácsi, a raktárgépkezelő ember, meg a grafikus dizájner így összeállnak, és akkor csinálnak valamit, ami túlmutat így a hétköznapokon. Hogyha saját magatokra gondoltok, akkor mik vagytok? Középiskolai tanárok, stb. Vagy zenészek? Hát én inkább zenész. Inkább zenész. A többi nem érdekel úgy igazából, a többi az szükség. A többi az csak egy szükséges rossz. Na hát akkor, hogy milyen is az a zenész szív, ami ott dobog bennetek, azt hamarosan ismét hallják a nézők, ugyanis elengedjük a fiúkat zenélni, és ameddig ők előkészülnek, addig mi megnézünk egy különleges kiállítást, ami szerdán nyílt a Városi Galériában. Iski Kocsis Tibor Kisvárdán született, Nyíregyházán tanult, majd Budapestre költözött. Itt kezdett el komolyabban foglalkozni a rajzolással, az ő kiállítását látjuk most. Valaki eljön és megnézi a képeket, azt látja, hogy alapvetően ezek természetképek, mindenképpen a természetből, a tájból indulok ki, és az egészen a nagyon közeli, közvetlen környezetünktől, egészen a kozmikus holttájképekig látnak munkákat, de mögötte egy nagyon módszeres tájértelmezés, új típusú 21. századi tájfestészet, illetve tájértelmezési gondolat húzódik meg, és valójában egyszer úgy elemeztem ki magamnak, hogy nyilván nagyon nagy hatást gyakorolt rám a gyerekkorom, amit vidéken töltöttem. Ajakon nőttem föl, Kisvárától ez 3-4 kilométerre egy akkoriban kis falu volt, most már kisváros, és gyakorlatilag nagyon sokat voltam a természetben, akár az erdőben, akár a szőlőskertben édesapámmal, úgyhogy mindenképpen egy nagyon, nagyon közeli kapcsolatom alakult ki, testi kapcsolatom alakult ki a természettel, ami mai napig megvan, és mai napig is egészen különleges kapcsolatom van a természettel. Hogyha valaki ennyire közeli kapcsolatban van a természettel, akkor azért általában színes képeket szokott festeni, most mégsem ezeket látunk itt. Mi ennek az oka? Korábbi munkáimnál 2000-es évek elején nagyméretű olajvászonképeket festettem. Nagyjából 2003-2004 felé kezdtem módszeresen foglalkozni úgy mondtam magamnak, hogy festőrajz újraértelmezésével. Gyakorlatilag hagyományos, nagyon hagyományos, a legősibb technikához nyúltam vissza a szén és papírhoz, azon belül is maga az égetett szénhez. Az annyira ősi technika, hogy gyakorlatilag az ősembere ezzel az eszközzel, amikor kikaparta a tűzből a faágacskát, ezzel hagyott nyomot a barlang falán. És mai napig a különböző művészeti egyetemeken gyakorlatilag a stúdium rajzolásra használják az égetett szenet. És én ez volt az első eszköz, amit elkezdtem használni, és egyre nagyobb és nagyobb méretben rajzoltam égetett szénnel. És a célom az volt, hogy ezt az ősi technikát úgymond a magyar viszonylatban alapvetően a rajzot mindig egyfajta ilyen stúdiumnak, egyfajta előképnek, valamilyen magasztosabb festménynek az előképének gondolják az emberek, holott a rajz önállóan egy nagyon izgalmas műfaj. És gyakorlatilag a méretnöveléssel az volt a célom, hogy elérjem azt, hogy a rajz egy önálló identitásként kezdjen működni az egész életművem belül. És nagyjából 2005-től módszeresen szénnel foglalkozom, szénrajzokat, ceruzarajzokat készítek, és hát egyre nagyobb méretekben. Éppen most van Pekingben egy kiállításunk, ahol egy 15 méteres falon egy nagyméretű installációm van, és ott a egybefüggő legnagyobb rajzom az 4,80 cm, és 2,5 méter magas. Azért egy ilyen hatalmas méretű képet elkészíteni több szempontból is érdekes. Milyen tér kell ennek az elkészítéséhez, illetve mennyi idő? Mögöttem van egy nagyobb, meg egy kisebb munka, hát egy egybefüggő egység. És a nagyobb munka az úgy emlékszem, 195 centi körül van a magassága, és 170 centi körül, vagy 160 centi körül van a szélessége. Hát úgy tudtam mondani, hogy ez a méret az, amivel úgy
egy hónapot foglalkozom. Most ebből a, úgymond a nettó idő, amit, a, amit közvetlenül a papír és a szén társaságából töltök, ez általában lehet, hogy 2,5-3 hét, vagy lehet, hogy még annál kevesebb is. De hogy minden egyes ilyen munka nagyon komoly előkészülettel jár. Úgyhogy alapvetően programokat építek fel. És mondjuk itt a kiállításon, itt most a nyíregyházi kiállításon, nagyjából az elmúlt 4-5 évnek a programjából láthat a látogató egyfajta válogatást, de arra az volt a fő cél, hogy egyrészt a Bolás Józsefnek a munkájával, illetve a Szikora Tamás munkájával is közösen jól működjön a kiállítás, és ezt már a Józseffel lehatároztuk, amikor a kiállítás közvetlen előképét terveztük, hogy szeretnénk vegyíteni az anyagot, úgymond, hogy egyfajta ilyen egymásra hatások jönnek létre. Ez egyfajta büszkeség is lehet akkor szerintem, ahogy ez a hatalmas méretű kép is. Mi az, amire még nagyon büszke? Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Talán a családomra vagyok leginkább büszke. Van két gyönyörű lányom, meg egy gyönyörű feleségem. De hogy alapvetően művészeti szempontból talán a programra. Szóval azt gondolom, hogy alapvetően egy életmű az egy mű, amin folyamatosan dolgozunk. És azt szoktam mondani, hogy az a jó életmű, amikor gyakorlatilag bármikor készült darabjait, akár egy mondjuk egy 2000-ben készült darabot, össze tudok vegyíteni mondjuk egy 2019-ben készült darabban. És ezek folyamatosan minőségben megállják egymás mellett a helyet, illetve van közöttük kapcsolat. Mert egy művész egy élete során egy gondolatot visz végig. És ez a gondolat ez folyamatosan csak élődik, ahogyan a művész az életpálya során egyre érettebb és érettebbé válik. És most az elmúlt 15 évben a rajzzal foglalkozom nagyon, és most ez a pekingi kiállítás, amit korábban egy szingapúri kiállítás előzött meg, ez egy 42 művészt bemutató nemzetközi kiállítás, Dél-Amerikától Ausztráliáig vannak művészek, és azért vagyok rá nagyon büszke, mert hogy gyakorlatilag a legfrissebb rajzi tendenciákat mutatja meg a világon. És ez egyfajta ilyen keresztmetszet. És egyre több ilyen rajzi meghívást kapok, és igazából a kortárs rajz újra dimenzionálása, újraértékelése az, ami nekem egyfajta ilyen cél, egyfajta missziónak is tekinthető, és emiatt nagyon sokat dolgozom ezen a bizonyos rajzi programon.
Április 27-e a Vakvezető Kutyák Világnapja. Hazánkban 60 ezer látássérült és 20 ezer vakember él, de mindössze 200 vakvezető kutya van szolgálatban. Közülük 84-et a Miskolci Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola képzett ki, vendégeink pedig Királyné Barkóczi Emese, a Baráthegyi Vakvezető és Segítőiskola Alapítvány képviseletében, és Károly Antóniát, aki pedig egy ilyen kiképzett kutyusnak a tulajdonosa, szerintem barátja is, és hűtársa, hiszen az élet rögös útjain nagyon-nagyon sok esetben gondolom, hogy ott van melletted és segít, de erről hamarosan majd a részletekről is beszélgetünk. Egy kicsit először, Emese, talán ha mesélnél arról, hogy mekkora nagy feladat egy ilyen pici kutyát, mint Morze, akit itt a nézők látnak, aki mindössze 9 hetes, kiképezni egy olyan komoly kutyává, hogy valóban egy vakember életének mindennapjait segítse. A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolánál mi azért dolgozunk, hogy a minél több látássérült embertársunknak tudjunk vakvezető kutyust képezni. Morze, ő 9 hetes, ő az egyik önkéntes kölyöknevelőnknél, illetve kliensünknél született. 10 testvér, vagyis összesen 10 volt a 9 testvérével együtt, és az ő kis pályafutásuk úgy indul, hogy ugye egy szeretetteljes családba megszületnek, családi légkörbe, utána elkerülnek önkéntes kölyöknevelő családokba, bárki lehet önkéntes kölyöknevelő, és olyan 1-1,5 éves korukig vannak a családoknál. Nagyon sokat találkozunk velük, rendszeres kölyök találkozóink vannak, illetve van kölyöknevelő koordinátorunk, aki foglalkozik a kiskutyákkal, illetve egyengeti az ő kis útjukat, és ezután bekerülnek a kiképzésbe olyan 1 éves koruk után, átesnek egészségügyi szűrésen, utána vakvezető kutya kiképzőknél ugyanúgy házba. Tehát minden kiképző hazaviszi a kutyust, ugyanúgy háznál vannak, és elkezdődik a szakmai résznek az elsajátítása magának a vakvezető munkának, és amikor úgy gondoljuk, hogy a kutya elég érett arra, hogy önállóan és biztonságosan tud mondjuk engem, mint kiképzőt lefedve vezetni, akkor a hozzánk beadott igénylések alapján megpróbáljuk az adott kutyusnak leginkább megfelelő klienst, illetve a kliens igényeinek leginkább megfelelő kutyust kiválasztani. Ők találkoznak, és akkor megkezdődik a közös gyakorlás. Anni és Iram is most egy ilyen átadó folyamat részesei, jelenleg gyakorol az Irammal, és készülnek arra, hogy önállóan is tudjanak közlekedni, hogy össze kell, hogy szokjanak. Ha ez sikerül, és minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor egy közlekedésbiztonsági vizsgával ők megkoronázzák ezt a tudást, és akkor lesz hivatalosan is vakvezető kutyus az Iramból, illetve akkor lesz nekünk egy vakvezető kutyás páros. Akkor én úgy tudtam, hogy már nagyon összeszokott párosnak tűntök, tehát ez azt gondolom, hogy már jó jel. Mióta vágytál, vagy mióta szerettél volna egy ilyen kutyust? Nekem Iram a második kutyusom. Ő egy kicsit határozottabban és gyorsabban közlekedik, mint az első kutyus, úgyhogy vele azért sokkal tempósabban tudunk haladni, és határozottabban tudunk utazgatni, rengeteget mozgok az országban. Úgyhogy nekem nagyon nagy segítség az, hogy egy ilyen határozott karakteres kutyus lesz mellettem. Gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ilyen esetben mondjuk egy-két nap alatt megszületik az összhang, és elfogad a kutya? Szimpátia történik azonnal. Azt gondolom, hogy egy ilyen egészséges szerelem első látása, az történik talán. És ahogy elkezdünk együtt gyakorolni, és ahogy megtanuljuk megérteni, hogy a másik hogyan kommunikál, úgy ez a szeretet és ez a szimpátia, ez egyre inkább elmélyül, és ez segít minket ahhoz, hogy a későbbiekben nagyon gördülékenyen menjen mind a közös munka, mind a közös együttélés. Ugye most már hál' Istennek nagyon sok érzékenyítő
foglalkozás van gyerekek számára is, és sokszor el tudják képzelni, hogy milyen nehéz lehet egy látássérült ember számára akár egy hétköznapi szituáció is. Például a vakvezető kutyusok azt hiszem, hogy szinte mindenkiben szimpátiát ébresztenek, kedvesek, elfogadóak, és ezáltal a gyerekek vagy a felnőttek számára is elfogadhatóbbá válik az, hogy nem vagyunk egyformák. Ani, mik azok a nagyon-nagyon különleges helyzetek, amiben mondjuk, ha nem is iram, de az előző kutyusot tudott segíteni, amit nekünk esetleg látóknak nehéz elképzelni, hogy ilyen esetben is ott van egy kutyus és segíteni képes. Hát ők ugye alapvetően arra vannak képezve, hogy elsősorban objektumokat keressenek nekünk. Ez azt jelenti, hogy lépcsőt, megállót, ajtót, zebrát, füvet, kukát, mikor, mit keressenek és mutogassanak nekünk. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy lehetőleg a kutya felőli oldalon, ha valaki megpróbál odajönni és segíteni hozzánk, akkor ezt a kutya felőli oldalunkat mindig hagyja szabadon, mert mi a hámfogón és a pórázon keresztül kommunikálunk alapvetően egymással. Amikor ő megtorpan, megmozdul a fejét, jobbra-balra mozgatja, vagy bármilyen mozgást végez, akkor én a pórázon és a hámon keresztül érzem, hogy ő mire, hogyan reagál, és nekem ezek borzasztóan nagy segítség. Ezek alapján tudom észrevenni tulajdonképpen azt, hogyha ő egy táblát mutat nekem, ha liftet keres, ha mozgólépcsőzik, vagy mozgólépcsőt keres, vagy bármi hasonlót. Gyakorlatilag, hogyha valaki megkap egy kutyát, az élete végéig vele marad? Mármint a kutya élete végéig? Hát amíg dolgozhat, addig vele marad, igen. Gondolom, hogy nehéz elválni egy kutyustól, meg ahogy az elején mondta Demese, már maga az, hogy ő megszületik, aztán utána egy új családba kerül, aztán kiképzésre kerül, tehát mégis azért kialakulnak ezek a kötődések. Hány kutyus került már ki a ti kezeitek közül, illetve mondjuk mi nézők tudunk-e segíteni esetleg az alapítványnak abban, hogy azért több mint 200 kutya legyen Magyarországon? Körülbelül a 84 kutyus van, akit mi képeztünk, és ez a szám ez egyre nő, mert folyamatosan képzünk ki kutyusokat. Ugye ez egy teljesen természetes dolog, hogy a nyugdíjas kutyusaink helyére azokat a látássérült klienseinket, akiknek már adtunk kutyust, próbálunk minél hamarabb egy új kutyust adni, illetve rengeteg olyan új igénylőnk van, aki még most szeretne kutyásodni, és akkor mi segítjük ezt a folyamatot. Az érzékenyítő programokon is nagyon jó, hogy ugye lehet velünk találkozni. Ott is ismerhetnek az emberek minket, illetve a kutyás párosainkat láthatják közlekedni. Nagyon nagyszerű emberek követnek minket, nagyon nagy lelkű támogatóink vannak, illetve az adó 1%-okba, hogyha gondolnak ránk, az nekünk mérhetetlenül nagy segítség, ugyanis a kutyusokat mi térítésmentesen adjuk át a gazdiknak. A kölyök nevelők önkéntes alapon nevelik ezeket a kis kutyákat. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy mikor egy-egy látássérült embertársunkat oda tudunk adni, embertársunk kutyust tudunk adni, vakvezető kutyust, az azt gondolom, hogy a támogatóinknak is a sikere, hiszen mindenki hozzátesz egy kicsit, ha nem anyagilag, akkor akár egy fuvar segítséggel, egy kutyusra vigyázással, egy közös sétával, minden egyes kicsi, ami felénk irányul, ez nagyon nagy segítség tud lenni, és nagyon-nagyon nagy örömmel fogadjuk. Hát lányok, köszönjük szépen, a kutyusok türelme egy kicsit, illetve úgy láttam, hogy Iram már bele is aludt, tehát ő már egy ilyen bölcs öregként nyugtázta, hogy jó helyen van, de Morze az még nagyon-nagyon menne, úgyhogy kívánunk nektek nagyon szép hétvégét. Köszönjük és szépen. Szeretetteli együttműködést, és reméljük, hogy a munkátok során tényleg nagyon sok kutyus kerül majd látássérült gazdihoz. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a mai adásunk végéhez értünk, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor már az anyák napjára készülünk majd. A kollégáim nevében is köszönöm az e-heti figyelmüket, jó hétvégét, kellemes pihenést kívánok. Zárásként pedig hallgassunk meg még egy számot a The Moon zenekartól.